A következő trükk viszonylag egyszerű, de azért igényel egy kis gyakorlást. Nem kell más hozzá, mint egy papír. Ezt a papírt helyettesítheti újságpapír, és egy teljesen sima pohár. Inkább legyen ilyen méretű, szerintem ez a legjobb hozzá. Ha nagyobb ennél, akkor újságpapírral csináljuk. Megfogom. És ezt a papírt rányomom a pohárra. Tehát a dobánál van a pohár. Most így elkezdem itt így forgatni. És most egy erős mozdulat. És átnyomtam a poharat az asztalon. A pohár. Letakarom. Még mindig itt van. Most mutatom újra. A trükk nagyon egyszerű. Lerakjuk a poharat. És rá az újságpapírt rányomjuk. Az újságpapír felveszi a pohárnak az alakját, mint látjuk. Egyszerűen annyi a trükk, hogy amikor így idoda csinálom, amikor ide érek, egyszerűen a poharat kiejtem. De a papírnak megmarad az alakja. Azt hiszik, hogy még a pohár is ott van. És egyszerűen úgy lenyomom ezt a papírt, és előveszem a poharat, ami már körülbelül egy fél perce az ölemben van. Ez így néz ki, mutatom újra. Most már az ölemben van, és ennyi. Mutatom még egyszer lassan. Az a fő, hogy mögötted ne üljenek nézők, csak előtted, és oldalt süljenek, mert akkor rájönnek a trükkre. Most, ha én itt ülök, te csak itt ülhetsz. Ha nézed, úgy, ahogy most, csak így ülhet a néző. Elsőre senki nem jön rá, ha jól csinálod. Másodjára már, ha odafigyel nagyon, rá lehet jönni. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Szia!